Tehát az a lényeg, hogy a gyomorban valószínűleg olyan gombák vagy élősködők szaporodtak el, amelyek cukorbontó enzimet termelnek. Tehát az a lényeg, hogy tulajdonképpen ők olyan gyorsan nem tudják elbontani a cukrot, hogy egy-két percen belül már fermentáció jön létre, csak akkor, hogyha már van előre megtermelt enzimkészletük, amit kiürítenek a környezetbe a gyomorba. Tehát nem feltétlenül az elresztő baktériumok a rosszak, meg az elresztő gombák, azok jók, mert termelnek B-vitamint, meg azok lassan dolgoznak. Az a rossz, amelyik sok enzimet választ ki, cukorbontó enzimet választ ki a környezetébe, és egyfajta nem szabad gyomorba legyen ilyen, habár mondjuk lehet, hogy kell legyen, hogy bugybolékoljon és felvigye a ingerelje a. De mégis nem biztos, hogy a gyomorkupolát, tehát a funduszt. Na, mi a lényeg? Szóval a lényeg az, hogy az enzim. Az enzim az, ami már rögtön. Persze, az enzim. És hogyha az enzim az vízben oldható, tehát hogyha én iszok mondjuk evés előtt sokat, akkor az enzimet azt beleürítem a bélbe. Tehát a gyomorban már nem lesz erjedés. Igen. És a lényeg az, hogy azokat a gombákat lehet meghagyni, amelyek kevés enzimet termelnek, mert azok, és ezt úgy lehet kipróbálni, miután már leülepedett mondjuk például van a fiapánkristály, miután az miután hát egy-két napig, vagy miután is még hidegbe is kell tenni, jó hidegbe, hogy hamar leülepedjen, kitisztuljon a folyadék, utána óvatosan le kell önteni, hogy ne keveredjen fel, az alját lehetőleg meghagyni és nem felhasználni, és hát megnézni utána, hogy maga az oldatban van-e ilyen enzim. Tehát, hogy az oldatba teszünk cukrot, hogy utána fermentálódik-e tovább. Abban már biztos nem lesz élő baktérium, de lehet, hogy lesz benne enzim. Hogyha nem lesz benne enzim, és nem eljed tovább, és megmarad a cukor, akkor jó, mert akkor teli van B-vitaminokkal, és meg lehet inni. És akkor valószínűleg jó a pánkristály is, hogy betelepítsem. Egyébként nem. Tehát még egyszer, mi a lényeg? A lényeg az enzim termelő gombák, és az enzimet kevésbé termelő gombák közti különbség, vagy baktériumok közti különbség. Az egyik rossz, és a másik az pedig jó, ami kevésbé termel enzimet.